Sziasztok! Na itt az idő, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem végre megoldjuk az összes bevétel és kiadás kiszámolását, valamint a teljes költségvetésnek az újraszámolását. Kezdjük azzal, hogy az összeg frissítése függvényen belül kiszámoljuk a költségvetést. Tehát ezt az első pontot kidolgozzuk, ez a költségvetés újraszámolása. Ehhez csináljunk egy publikus metódust a költségvetés vezérlő modulon belül. A költségvetés vezérlő modul az itt van, és ide a returnbe kell a publikus metódusokat helyezni, itt a teszt fölé elhelyezek egy olyan metódust, aminek az a neve, hogy költségvetés számolás. És költségvetés számolás. Kettős pont, function, és akkor jöhet a kidolgozás. Először is ki kell számolni az összes bevételt, és az összes kiadást, ezek különbségét venni, tehát az összes bevételből ki kell vonni az összes kiadást, így kapjuk meg, hogy mennyi pénzünk maradt, mennyi a költségvetésünk. Ki kell számolni továbbá, hogy az összes kiadás hány százaléka az összes bevételnek. Kommentben érdemes itt is pontokba szedni a tennivalókat, tehát amit mondtam, hogy összbevétel, összkiadás számolása, akkor a második nagy feladatunk az a magának a költségvetésnek a kiszámolása. És a harmadik az pedig a százalék számolása. Jó. Az összes bevétel és összes kiadás számolása az két különböző, viszont nagyon-nagyon hasonló feladat. Mivel nem akarunk ismétlődő kódot írni, ezért a legjobb megoldás, hogyha egy olyan függvényt használunk, vagy írunk, ami egyetlen bevételi paraméter alapján eldönti, hogy bevételt vagy kiadást kell számolni, és aztán visszaad egy összeget. Így lesz egyetlen függvényünk. Mivel sehol máshol nem használjuk ezt a függvényt, ezért privát függvényt csinálunk a költségvetés vezérlő modulon belül. Hát nézzük, hogy hol lenne a legjobb helye. Én ide a kiadás és bevétel függvénykonstruktorok alá fogom írni, és legyen az a neve, hogy végösszeg számolás. Hogy a végösszeg számolás egyenlő function jó, egyébként igen, ugye mondtam, hogy el kell dönteni, hogy milyen összeget számolok, hogy bevételt vagy kiadást. Tehát ennek megfelelően a típus alapján fogjuk kell dönteni, hogy itt most kiadásról vagy bevételről van-e szó. Amit tudunk, hogy az összes tételt az adat objektum tartalmazza, ez. Ezenből is a tételek objektumnak van két tömbje, egyik a bevétel, másik pedig a kiadás tömb. Tehát azt kell csinálni, hogy valamelyik tömbön végig kell menni, onnan kijönni az összegeket, és azokat összeadogatni. Az első lépés, hogy legyen egy változó nulla kezdőértékkel, tehát var összeg egyenlő nulla. Ezután pedig végig kell menni a tömbnek az összes elemén, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy bejárjuk a tömböt, és tudjuk, hogy ehhez használtuk már az előző videóban megismert forEach metódust, itt is ezt fogjuk tenni, tehát azt mondom neki, hogy adat.tételek, és akkor ugye ideírom a típust, tehát a típussal tudjuk megmondani, hogy melyik tömböt akarjuk használni, azaz megcímezni. Jó, és akkor jöhet a pont forEach, és ugye azt tudjuk, hogy egy névtelen függvényt, egy callback-et adunk át neki, function, és ugye ennek a függvénynek három paramétere lehet, ezek közül egy kötelező, kettő pedig opcionális, tehát azt vagy megadjuk, vagy nem. Ami kötelező, az az aktuális elem. Egyszerűség kedvéért act-nak fogom hívni. Jó, és akkor itt jöhet ugye a tömbnek a bejárása, az összeg számolása. Oké, azt mondom neki, hogy összeg. Az összeget úgy kapjuk meg, hogy minden lépésben hozzáadjuk ugye az összeghez a saját magát és a soron következő elemet, tehát azt mondhatom, hogy összeg plusz akt,
És ugye ennek van egy érték nevű tulajdonsága, ami tartalmazza magát az összeget, a számot. És egyébként tudjuk egyszerűsíteni azzal, hogy ide írjuk ezt a pluszjelet, és ezt pedig kivesszük, tehát így sokkal egyszerűbb és áttekinthetőbb. És akkor legyen egy nagyon gyors példa, hogy könnyebb legyen elképzelni ezt, hogy működik. Tételezzük fel, hogy van egy tömbünk, ami úgy néz ki, hogy hát én ezt a példát ezt meg is hagyom. Tehát a tömbünk az úgy fog kinézni, hogy van három eleme mondjuk, legyen a 20, a 10 és az 50 mondjuk. És akkor ugye kezdjük az összeg, ugye a kezdetben nulla, ezután ugye jön az a képlet, hogy összeg egyenlő, ugye összeg plusz a soron következő elem, tehát a 20-on állunk, ugye az összegnek az értéke 0 plusz 20, ugye itt 20-at kapunk, akkor a következő, ugye megint az összeghez adjuk hozzá a soron következő elemet, vagyis itt már az összegben 20 van, plusz 10, tehát az ugye 30, és csak úgy következő lépésbe ide az 50-es elemre lépünk, tehát azt mondjuk, hogy összeg egyenlő, ugye 30, mert annyi van már az összegben, plusz 50, ennek a végeredménye 80. Tehát így fog kinézni a számolás. Jó, tehát ugye itt van az összegünk. Hogyha megvan az összeg, akkor most nem azt csináljuk, hogy a return függvénnyel, vagy return utasítással visszaadjuk, persze megtehetnénk ezt is, viszont sokkal profibb megoldás az, hogyha használjuk az adat objektumunkat, és annak az összegek objektumába írjuk bele ezt az eredményt, tehát ugye itt van nekünk ez az objektum, és akkor ide fogjuk beírni, attól függően, hogy kiadás vagy bevétel. Tehát akkor azt mondjuk itt, hogy adat.összegek, ugye megint kiválasztjuk a megfelelő tömbelemet a típus alapján, és azt mondjuk, hogy egyenlő összeg. És akkor ezzel már itt van ugye benne az adott összeg. És vegyünk fel akkor egy új tulajdonságot ebbe az objektumba, legyen az a neve, hogy költség vetés. És akkor legyen az a kezdő értéke, hogy nulla. És akkor jöhet a számolás. Ugye a számolást azt itt kell nekünk megtenni, méghozzá úgy, hogy végösszeg számolás. Ezt meghívjuk egyszer a bevételekkel, és egyszer a kiadásokkal. És akkor jöhet a magának a költségvetésnek a kiszámolása, az pedig itt történik, adat.költséget elírtam, költségvetés. Tehát adat.költségvetés az ugye egyenlő adat.összegek.bev. Úgy is írtam volna egyébként, hogy bev. Ebből kivonjuk az adat.összegek.kia. Tehát a bevételek összbevétel mínusz az összkiadás. És akkor itt az utolsó feladat, annak kiszámolása, hogy hány százalékot költöttünk a bevételekhez képest. A globális adatobjektumunkban szintén létrehozunk egy tulajdonságot erre, ez pedig a százalék. És ennek most nem nullát, hanem mínusz egyet fogunk kezdőértéknek adni. A mínusz egy kezdőértékkel jelezzük azt, hogy sem kiadás, sem bevétel nem volt még. És akkor jöhet a számolás. Ugye úgy számoljuk ki, hogy adat pont százalék egyenlő. És van nekünk ugye az a képletünk, amit iskolában tanultunk, tehát hogy a százalék érték osztva az alappal, és az egészet meg kell szorozni százzal. De hogyha elfelejtetted volna, akkor van egy link, amit én be fogok másolni a videó alá is. Itt van a százalék számításnak a képlete,
Ki lehet számolni az alapot, a százalék lábat és a százalék értéket is. Jó, ez csak olyan for your information. Jó, és akkor azt mondtuk, ugye, hogy adat pont százalék egyenlő, ugye a százalék érték az a kiadás, tehát adat pont összegek pont kia, osszuk az alappal, az a bevétel, adat pont összegek pont bev, és az egészet megszorozzuk százzal. Tehát amit keresünk, az a százalék láb jelen pillanatban. Ugye előfordulhat természetesen az, hogy a százalék az nem kerek számra jön ki, mi ezt persze nem akarjuk, ezért most kerekíteni fogunk, tehát adatpont százalék, ugye az egyenlő, ez az egész képlet, és ezt a math.round metódussal fogjuk kerekíteni. Tehát, hogyha például az jön ki, hogy 66,666, akkor az lesz a végeredmény 67. Oké. Szóval mindent, amit ki akartunk számolni, az most már megvan, és használjuk a költségvetés számolás metódust. Ezt. Tehát ezt hívjuk meg az összeg frissítése metódusban, itt a vezérlőn belül összeg frissítése. Itt van, tehát költségvetés újra számolása, tehát azt mondom, hogy költségvetés vezérlő pont költségvetés számolás, és igazából ennyi. Tehát ez volt az a metódus, ami kiszámolta a költségvetést. Most kell még egy másik, ami visszaadja nekünk az összeget, amit el tudunk tárolni egy változóban, amit pedig tovább tudunk adni a felületnek, hogy az meg is jelenítse ezt. A költségvetés vezérlő modulon belül kell írni egy új metódust. Itt. És legyen az a neve például, hogy költségvetés visszaad. Viszont ahogy mondtam, ugye előbb-utóbb jobb lesz majd áttérni az angol elnevezésekre, legalábbis én ezt jobban szeretem. Igazából ez rád van bízva, tehát angolul a lekérő metódusoknak a neve az a get szóval, a beállító metódusoké pedig a set szóval kezdődik, és bár baromira nem szép, de én úgy hívom most, hogy get költségvetés, tehát get költségvetés. Ugye ezzel is érzékeltetve, hogy itt egy lekérező, az getter metódusról van szó. Azt mondom neki, hogy function. Jó. És már biztos feltűnt, és lehet szokatlan is, hogy minden kis apró funkcióra írunk egy külön metódust vagy függvényt. Egyébként ez egy követendő és bevált eljárás szinte minden programnyelvben, hogy a nagy és bonyolult összetett feladatokat minél kisebb, könnyen karbantartható, ilyen apró pici funkciókra bontjuk. Mint ugye ezt is itt, ami csak arra hivatott igazából, hogy az előzőekben kiszámolt összeget visszaadja nekünk. Hát a get költségvetés nem csupán a költségvetés összeget adja vissza, hanem az összes bevételt, kiadást és százalékot is. Emiatt egy egész objektumot adunk vissza a metodussal, tehát ugye én úgy fogom írni, hogy return, és akkor ezen belül lesz ugye az objektum, tehát négy tulajdonságot veszünk fel négy adatnak. Az első az maga a költségvetés, az értéke pedig adat, pont, költségvetés. A következő az az összbevétel, értéke pedig adat, pont, összegek, pont, bev. Akkor jön az összkiadás. Kiadás. Az értéke pedig adat, pont, összegek, pont, kia. És végül a százalék. Adat, pont, százalék. Készen is vagyunk. Most már csak meg kell hívni az összegfrissítés a metódusban. Tehát ugye van ez a bizonyos összeg visszaadása. Létrehozok egy változót. Var költségvetés. Egyenlő, költségvetés vezérlő, pont, get, költségvetés. Tehát meghívtuk a költségvetés vezérlőnek
a publikus metódusát. A következő majd az lesz, hogy megnézzük a felületen. Azonban még mielőtt ebbe belemegyünk, teszteljük le a funkciókat, amiket eddig csináltunk, és csak akkor haladjunk tovább, ha minden működik, illetve kijavítottuk a felmerült hibákat. Tehát egyelőre itt az összeg megjelenítése felületen, itt ebben a szakaszban csak írassuk ki a konzolba, konzol.log, és azt mondom neki, hogy kiírjuk ezt a költségvetést. Mivel a költségvetést újra kell számolni, valahányszor új tételt hozzáadunk, vagy elveszünk, így minden hozzáadásnál le fogja futtatni a programunk, ugye ezt a újra számolást. Nézzük akkor meg. Nyomok egy frissítést, nyitok egy ilyen konzolt, hát ha az ördög nem alszik, és akkor hozzáadok egy bevételt, teljesen mindegy, hogy mit. Jó, és akkor láthatjuk, hogy költségvetésnek az összege 1000, összbevétel 1000, eddig jó, összkiadás ugye nem volt, százalék sem volt. Jó, hozzáadok még egy bevételt, legyen mondjuk 2000. Ugye a költségvetés újra számolódott, 3000, összbevétel szintén 3000, és a többi pedig egyelőre nincsen. És akkor most nézzünk meg egy kiadást is. Legyen ez is 1000. Jó, és a költségvetés 3000-ből 1000, az 2000 lett. Összbevétel ugye maradt 3000, összkiadás az 1000, és a százalék az pedig 33. Tehát tök jól működik minden. Egyébként esetleg kézzel ellenőrizhetjük az összeget, hogyha nem hiszük el, hogy ez így van, de egyébként minden okés. És akkor nézzünk meg még egy olyat, hogy én most kiadással kezdem, tehát csak kiadást adok hozzá. Ha megnézzük itt a konzolban, akkor azt láthatjuk, hogy a százalék helyén valamilyen fura infinity, azaz végtelen értéket kaptunk. Ez azért van, mert a JavaScript ezt az eredményt adja, ha valamilyen számot nullával akarunk elosztani. A JavaScriptnek jó tulajdonsága, hogy nem akad ki ezen, nem dob a programunk egy fatális hibát, ellentétben más programnyelvekkel, ahol ez a program megszakítását okozza. Persze ezzel lehet vitatkozni, hogy oké, és a JavaScript nem szól, és akkor honnan tudom, hogy ilyen hiba van. Én azt mondom, hogy ezért kell alaposan áteszteni a programot, amit megírtunk, de éppen ezért tesz nekünk hatalmas szívességet ez a fejlesztői konzol. Tehát mivel matematikailag nem helyes a nullával való osztás, így ezt azért kezeljük le a programban. A feladat pedig tök egyszerű. A költségvetés számolás metódusban csak akkor végezzük a százaléknak a számolását, ha van bevételünk is. Tehát ide jön egy if. If adat pont összegek pont bev, hogyha ez nagyobb, mint nulla, akkor ennek az egésznek a kiszámolása. Egyébként pedig itt az adatpont százalékba beadjuk ezt a mínusz egy kezdőértéket. És akkor jöhet az újabb próba a böngészőben. Kezdjük akkor egy kiadással. Legyen 1000. Oké, most már nincs infinity, viszont van mínusz 1. Akkor adjunk hozzá egy bevételt. 2000. Jó, tökéletesen működik. Ugye a költségvetésünk 1000, összbevétel 2000, kiadásunk, összkiadásunk 1000, és a százalék az 50%. Tehát ez tök jól működik. És akkor a következő videóban megoldjuk, hogy ezek az összegek megjelenjenek itt, itt, itt és itt.